Előadásunk a húsvétról, illetve az ehhez az ünnepkörhöz szorosan kapcsolódó tojásfestésről szól. A tojás ősi termékenység szimbólum, a keresztény egyházi szimbolikában pedig a feltámadás jelképe. A hímes tojás a locsolás viszonzásaként szerelmi ajándék, ugyanakkor, mint a feltámadt Krisztus jelképe, a keresztülők hagyományos ajándéka is volt ezen a napon. A húsvéti tojások díszítésére a kémiai festékek elterjedése előtt különböző természetes anyagokat használtak a tojásfestő asszonyok. Leggyakrabban hagymalével festettek, de például sárga színt nyerhettek a vadalma héjából. De hogy manapság melyek a legelterjedtebb tojásdíszítő módszerek? A következő percekben erről beszélgetünk a Tarpán élő német Péternével és édesanyjával. Azt gondolom, hogy a tojásírás, mert nálunk azt mondják, hogy tojást írunk, és nem festjük a húsvéti hímes tojásokat, az egy nagyon fontos része a húsvéti készülődésnek. Eleve az a pillanat, amikor az ember a kezébe fogja a tojást, ami az egyik legáltalánosabb életjel, az egyik legáltalánosabb jele és jelkép az élet csírának, nem csak a népi hagyományban, hanem általában az ősi kultúrákban is, általában véve én azt hiszem az egész európai kultúrkörben, de egyébként vannak erre kínai példák is, tehát amikor az ember ezt az életjelet, ezt a tojást a kezébe fogja, akkor igenis, hogy elgondolkodik rajta, és kénytelen is elgondolkodni maga az egész tojásírás, olyan csendes, olyan magába fordulást kívánó tevékenység, hogy az ember óhatatlanul is elkezd gondolkodni azon, hogy mit fog a kezébe, és hogy mit rajzol. És hát erről éppen beszéltünk az egyik barátnőmmel, egyfajta meditáció ez, egyfajta lelki készülődés az ünnepre. Amiről én beszélni fogok végig, az Vámos Oroszinak a hagyomány rendje, és Vámos Oroszi, hát Zömében, tehát majdnem teljes egészében egy református falu. Tehát itt a húsvéti készülődés tulajdonképpen már a Nagybőjttel elkezdődik, de mivel református település, a Bőjtnek úgy különösebben nagy jelentőséget nem tulajdonítanak. Viszont kiemelt szerepet kap a húsvét előtti egy hét, ami bűnbánati hét, és ez minden úrvacsoraosztás előtt van bűnbánati hét, egy esztendőn belül többször is, de húsvét előtt a nagy hét nevet kapja. És ebből is látszik, hogy ez kiemelt fontosságú. És ezen a héten már elkezdik a készülődést. Ez jobbára a takarításból áll, meg hogy szedegetik össze magukat az ünnepre. Kezdi egy jó gazdasszony félrerakosgatni a tojást húsvétra, és kezdi megszedegetni a hagymahajat, a hagymának a külső száraz burokleveleit. De ebben az a fontos, hogy ezt összeszedjék, tehát nem húsvét előtt gyorsan megdörzsölni, mert a belső száraz levelek azok már nem fognak jól. Abból már nem lehet olyan jó, erős festőlevet készíteni. És akkor hát ugye a hagymahaj összeszedésével és a tojásgyűjtésével, nagy héten a testi, lelki tisztogatással, tehát a lakás udvar rendbetételével és a lelki tisztulással, tehát a bűnbánati Isten tiszteletre járással. És nagy csütörtökön van az első ilyen lépés, amikor legkésőbb akkor fel kell főzni először a hagymahajat, vagy verzsenynek hívják nálunk ezt a festőlevet, és nagypéntek napja tulajdonképpen az a tojásírásnak napja, annak is inkább a délutánja. És ez a tojásírás, ez minden családban annak a dolga, akinek rááll a keze. Na most ezek lehetnek nagyobb lányok, vagy asszonyok, amikor már odaért valaki, hogy ezt tudja csinálni, meg eléggé beletanult is. Ezt úgy csinálták régen, hogy a családból elvitték ahhoz a lány vagy asszony is, tehát ahhoz a családtaghoz, aki ezt jól tudta csinálni, elvitték a nagylányt, és akkor ott megtanulta. Hát mondjuk szerencsés esetben, ahogy ez nálunk is volt, nekem a nagymamám gyönyörűen csinálta, meg édesanyám is, úgyhogy rám ez így közvetlenül öröklődött át. Ez azt jelenti, hogy önnek már az első ilyen húsvéti tojása, illetve hímes tojása jól sikerült, és ez ösztönözte további tojásírásra? Hát azt hiszem, hogy már azért gyerekkorban meglátszik egyfelől az érdeklődés, meg a kitartó érdeklődés, mert nekem például az 5 éves fiam most oda
erőszakolta magát, és ő biztosan fogja érdekelni, de ő még nem csinálhatja, mert nem éri fel a tűzhelyet, meg a forró viasszal, ő még nem tud semmit sem csinálni, mert az kicsöpök, baleset veszélyes, meg mi egyéb. Én azt hiszem, olyan 10 éves lehettem, amikor először elkezdtem csinálni, és hát ugye az elsők azok nem voltak olyan nagyon szépek, úgyhogy kitartás, meg egy szerintem egy pár évi gyakorlat, egy néhány tojást meg kell ahhoz érni, hogy az embernek úgy igazán gördülékenyen menjen. Egyébként pedig ugye egyébben, hogyha rendesen foglalkozik ezzel az ember, tehát csak húsvétre csinálja, akkor csak egyszer csináljuk. És gyakorlott kéznek is az első néhány, az bizony még nem sikerül olyan szépen, tehát bele kell ebbe rázódni, meg jó alapanyagokat kell hozzá választani. Ahhoz, hogy valaki ilyen húsvéti tojásokat írjon vagy készítsen, hát az első, ami fontos, az a tojás. A tojásnál, amikor megszeregeti, vagy meggyűjti az ember, vagy mondjuk, hogyha megvásárolja, esetleg valaki piacon szeretné, akkor arra oda kell figyelni, hogy sötét héjú tojást válasszon, mert azzal lehet jól boldogulni. Azt fogja szépen befogni a festék, illetve szép, sima, egyenletes legyen a héja a tojásnak, mert azt járja jól a kice. A hagymahéjnál már mondtam, hogy mire kell odafigyelni, tehát az, hogy ne dörzsöljük meg a hagymát, hanem ami magától lehullik, az a jó. A harmadik dolog a viasz. A viaszhoz ezen a mi vidékünkön, Szatmárban és Beregben is elég könnyen hozzá lehetett régente is jutni, mert sokan méhészkednek, sokan méhészkedtek. Régebben inkább a kisnemesi réteg, manapság megint újjáéletűben van, tehát viasz szerezni az nem egy olyan nagy probléma, meg egyébként is lehet vásárolni most már műlépként is. Aztán kell hozzá egy lábas, amit már egyébre nem akarnak használni. Aztán kell néhány törlőkendő, amit szintén utána másra már nem lehet majd használni. Illetve kell hozzá a kice, amivel a tojást írjuk. Az eszközökkel meg az anyagokkal tisztában vagyunk, de melyek azok a tojás díszítési vagy tojásírási technikák, amelyeket ön ismer, illetve amelyeket használ is ilyenkor húsvét előtt? Hát többféle mód is van, ahogy mi tojást készítünk. Ez ugye a szatmári beregi részre általában jellemző. Van az első, amit mondjuk nevezünk úgy, hogy batikolásos, vagy szokták ezt ilyen viaszelvonásos techniká néven is emlegetni a szakirodalomban, de ennek nincs egyébként, tehát ilyen hagyományos neve. Ez abból áll, hogy a nyers tojást, ami egyébként meg van langyosítva, tehát ezt ilyen langymeleg vízben elkészítjük magunknak, amikor következik, akkor kiveszem, megtörlöm, kezembe fogom, arra írunk a forró viasszal, és aztán ezeket kirakunk egy 10-12-t, attól függ, mennyi fér bele egy lábasba, és ezt hideg főzőlébe kell belerakni, de csak hidegbe lehet, mert hogyha melegbe rakjuk, akkor leolvad a viasz és nincs minta. Tehát hideg főzőlébe belerakjuk, és akkor utána főzzük egy olyan 20-25-30 percig. Na most ennek két nagy előnye is van. Meg lehetne ezt csinálni tojásfestékkel, de hogyha így megfőzzük a tojást, akkor nagy péntektől húsvét hétfőig ez fogyasztható. És a továbbiakban pedig, hogyha valaki meg szeretné tartani, ez évekig eltartható, még pedig alma tulajdonsága miatt a tojásnak, hogy ez, hogyha ilyen sokáig főzzük, akkor szépen beszárad, és a tojás belsejében, a héjon belül a belseje, az egy ilyen kis bolyóvá megszárad, úgyhogy el lehet sokáig tartani. A másik, ami szintén nagyon szép, akkor a tojásokat megfőzzük, mi úgy mondjuk, hogy rókára. Ebben a berzsenyben, ebben a főzőlében megfőzzük rókára a tojásokat, ezt úgy kell elképzelni, egy ilyen vöröses barna lesz ettől a létől. A tojás héjától függően vagy sötétebb, vagy világosabb, és akkor, amikor ezek még langyosak, ezek a tojások, akkor veszük kézbe és írjuk meg viasszal, és még úgy melegen, tehát ugyan jó, hogy a ketten is vannak a dologhoz, aranyporral be kell dörzsölni. És ezen a barnás-vörös tojáson a minta aranyszínű, kidomborodó vonalként, vagy hát jelrendszerként jelenik meg, úgyhogy ez nagyon szép, és azt mondják, hogy talán ez idézi meg a legszebben a napot, a nagy varázslót, ami tavasszal hozza nekünk az újjáéledést, meg a természet feltámadását is. Mindegyik technikához és mindegyik eszközhöz másfajta vonalvastagság tartozik, és ez másfajta mintarendet követel. Tehát másképpen néz ez ki, hogyha kicével csináljuk, és másképpen, hogyha gyufaszállal, mert gyufaszállal rövidebb vonalat lehet csak húzni. És a gyufaszállas vonalaknak az a nagy sajátossága, hogy az például az elején vastagabb, és a végére elvékul majd. Említette itt a díszítő motívumokat, ez mitől függ, hogy milyen motívumokat használ, illetve hogy honnan veszi ezeket a
díszítéseket? Hát én ezeket örököltem. Tehát örököltem, és én arra nagyon vigyázok is, hogy ne csináljak mást. Jó lehet, én már ennek azóta utána olvastam, meg nagyon érdekel is a dolog, és ismerek több fajtát is, tehát más tájegységnek a technikáit is, de azért arra nagyon odafigyelek, hogy azok maradjanak meg, amiket én régen tanultam meg, meg a hagyományból magammal hoztam. De ez nagyon érdekes, tehát például Vámosoroszén belül is egy-egy családba meg lehet figyelni, hogy milyen eszközzel dolgozik, és milyen minta kincse van egy családnak. Vannak, amik általánosságban szerepelnek, és nagyon gyakran előfordulnak, és szinte átfedések nélkül nem is lehet leközölni egy-egy repertoárt. És van egy-egy, például édesanyám, keresztanyám, akkor már az említett nagynéni, mi úgy eléggé egyformákat csinálunk, tehát sok az átfedés azok között, amiket mi írunk. Valériának az édesanyja is foglalkozott tojásírással. Mikor tetszett elkezdeni ezzel foglalkozni, vagy hogyan történt ez, hogyan kezdődött? Hát én az édesanyámtól tanultam. Hát gyerekkoromban láttam, mikor már himezte a tojást, vagy írjuk, úgy mondjuk mi nálunk. És hát olyan, lehet olyan 14 éves korom körül, mert előbb azért nem engedték ki a kezek közül, akkor még az idősek jobban szerették, mert gyakorlat kell hozzá, hogy az ember tudja írni a tojást. Majd később, mikor már lányom, meg a lányos háznál nagy szokás volt a tojáshímezés, és mikor már megszületett a lányom, akkor mindegy, hogy 3 hetes volt, pont húsvétkor, akkor is jöttek locsolódni a fiúk. Hát korábban, amikor én fiatal voltam, akkor is, de én akkor hímeztem már többet, mikor már a lányom megszületett, és akkor jöttek a fiúk locsolódni, akkor még hát Vámosoroszéba laktunk, és hát sok tojás kellett, bizony kellett 100 is. Húsvét hétfőn jöttek a fiúk, hát voltak olyanok, akik nagyon korán jöttek, úgyhogy még nagyon, de nagy izgalommal akkor már keltünk fél, annyira vártuk a locsolókat, és hát nagyon korán is még, hát azért húsvétkor még 6 óra korán van, de már olyankor is jöttek, volt úgy. És a fiatalabbak azok délelőtt, majd mikor már az idősek, és már nem idősek, hanem a 10 évesek, azok meg már később a déli órákban. Majd mikor már 16-18 éves volt, akkor meg, hát akkor meg délután. És akkor még adtuk a hímes tojást, akkor még más nem adtunk húsvétba a fiúknak. És a vödörvízzel való locsolás akkor már jellemző az, volt? Az kedden. Hát még jellemző volt, de inkább korábban. Hát akkor is keddi napon, hát ha kimentünk az utcára, mindegy volt, vagy a kapuba, és hogyha a fiúk arra jártak, meg hát azok már nem, hogy arra jártak, hanem hát direkt lesték azt, hogy a lányok tudták a lányos házakhoz, és akkor vödörrel, meg kimivel, bádoggal, nagyobb bádoggal, azzal öntötték rá a lányokat. Önnek is volt akkor ilyen élményben része? Hát volt, igen. Még behozták a házba is utánunk, hogyha be tudtak jutni, viszont beöntötték még az ágy alá is. A karácsony az nagyon, nagyon élő, és ebben szokták is tudni, hogy mit ünnepelünk, de a húsvétkor a természet feltámadására, az újjáéledésre teljesen természetesen íródott rá Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepe, hiszen mikor máskor ünnepelhetnénk az ő feltámadását, mint akkor, amikor éled a természet, amikor nyílnak a virágok, amikor robbannak a rügyek, amikor megjön a jó idő. És hát minek utána ez az embereket annyira már nem foglalkoztatja, meg valahol feledésbe is merült, meg talán már nem is lüktet annyira együtt az életünk a természet életével. Talán ez lehet az, ami egy kicsit úgy kezdi elhomályosítani ennek az ünnepnek a lényegét. Remélem, önök közül sokan kaptak kedvet a tojásfestéshez. Így voltam én ezzel, így sikerült. Remélem, önöknek még szebb lesz a húsvéti tojás az ünnepi asztalukon. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, mindannyiuknak kellemes ünnepeket, a hölgynézőinknek sok locsolót, a férfiaknak pedig sok piros hímest kívánok, viszontlátásra!